Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit Önök ezen a mai sajtótájékoztatón, hiszen, ahogy azt Szilágyi György képviselőtársam is elmondta, 3 héttel vagyunk a választások előtt. Megmondom őszintén, hogy büszkén tekintek erre a táblára, hiszen amit vállaltam, azt megtettem. 18 személyes vállalást ismertettem Önökkel, illetve Önökön keresztül a magyar társadalommal, a magyar emberekkel, a magyar választókkal az elmúlt hónapok során, és azt gondolom, hogy ez 18 nagyon-nagyon fontos ügy. Mai napon, ahogy az elhangzott, nem maradt más hátra, mint hogy mondjak néhány mondatot azzal kapcsolatban, hogy milyen elvek és milyen struktúra mentén képzeljük el 2018. április 8-a után az ország kormányzását, ugyanis mi nem árulunk zsákba macskát. Amíg a Fidesz programja annyi volt 2014-ben, hogy folytatjuk, most pedig már ennyi sem, amíg a baloldal pártjai egymással civakodnak, addig mi felelős politikai párt, felelős kormányra készülő politikai közösség révén felkészültünk a kormányzásra, és elkészítettük azt a kormányzati struktúrát, amelyet majd április 9-én a választók bizalmát megkapva reményeink szerint fel fogunk állítani, és amellyel keresztül Magyarországot egy sikeres és boldog országát tesszük. A személyes vállalásaimat megtettem, az országos programunkat bemutattam, és a mai napon ezt a kormányzati struktúrát fogom ismertetni. Szeretném megelőzni a kérdéseket, illetve a kérdést, ami bizonyára majd sokakban fölmerül, hogy neveket is fogok-e mondani. Nem fogok mondani most neveket. A neveknek a bejelentése az a választások utánra tolódik, illetve a választások után fogjuk bemutatni majd azokat a személyeket, akik az adott minisztériumokat vezetni fogják. De annyit már most is elárulhatok, amiről korábban is többször már interjúban beszéltem, hogy nem pártpolitikai és nem kommunikációs kormányzást szeretnénk Magyarországon, mint ami jelen pillanatban folyik. Tehát jelen pillanatban a minisztériumok élén Orbán Viktor leghűségesebb emberei állnak. Ha a Jobbik megkapja a magyar emberek bizalmát április 8-án, akkor a minisztériumok élén az adott szakterülethez leginkább értő szakemberek, szakpolitikusok fognak állni, nem pedig pártpolitikai katonák. Vagyis adjuk vissza annak a kifejezésnek a becsületét, hitelességet, hogy szakértői kormányzásra készülünk. Szakpolitikai kormányzásra készülünk. Azt szeretnénk számtalan területen, a lehető legtöbb területen elérni, hogy a pártpolitika lépjen vissza kettőt, és adjuk vissza a szakmának, a szakértői tudásnak, a szakpolitikának a becsületét. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy szakmai konszenzust kívánunk teremteni az emberek életét érintő, befolyásoló legfontosabb területeken, ami egyúttal két dolgot is jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy az ellenzéket is meg fogjuk hallgatni. Az elmúlt 28 évben az aktuális kormány nem vette figyelembe, nem hallgatta meg az ellenzék javaslatait, mi meg fogjuk hallgatni, sőt, hogyha az ellenzéknek konstruktív és jó javaslata van, akkor azt be fogjuk építeni a kormányzati működésünkbe. Másrésztről meg fogjuk hallgatni az érdekvédelmi szervezeteket és a civil szférát is, és őket is be fogjuk vonni a közös gondolkodásba, az ország kormányzásába. Tehát a szakértői kormányzás nem csupán azt jelenti, hogy szakértők fognak a minisztériumok élén állni, hanem azt is jelenti, hogy akár az ellenzékkel, akár a civil társadalommal, akár az érdekvédelmi szervezetekkel együtt kívánunk működni. 11 plusz 1 minisztérium lesz a kormányzásunkat tekintve. Egy klasszikus struktúrát építettünk föl, tehát a klasszikus minisztériumi struktúra fog majd megjelenni, mindjárt ismertetni fogom a minisztériumoknak a neveit, de a klasszikus struktúrát 21. századi tartalommal töltöttük meg. 21. századi kormányzásra, 21. századi politikára készülünk, és 21. századi megoldásokat akarunk keresni majd ezekben a minisztériumokban, illetve ezeken a minisztériumokon keresztül az emberek problémáira. Azért mondtam, hogy 11 plusz 1, mert a miniszterelnöki hivatal élén nem miniszter fog állni, hanem hivatalvezető. A miniszterelnök mellett lesz két miniszterelnök helyettes, lesz egy általános miniszterelnök helyettes, és lesz egy Európai Uniós ügyekért, az Európai Uniós kapcsolatokért felelős miniszterelnök helyettes, ami azt jelenti, hogy lényegében miniszterelnök helyettesi rangban egy politikai vezető, vagy a kormány egyik vezető tisztviselője folyamatosan az Európai Unióval való kapcsolattartás, az Európai Unióval kapcsolatos viták, vagy érdekegyeztetések feladatát fogja ellátni. A miniszterelnöki hivatal egyébként a kormányzati irányítást, koordinációt, a kormányzás ellenőrzését, belső ellenőrzését fogja elvégezni, de egyúttal ide fognak tartozni a fejlesztési forrásokkal kapcsolatos stratégiai tervezési feladatok, valamint az antikorrupciós tevékenységnek az irányítása is.
Ahogy azt már számtalanszor elmondtam, számunkra az elszámoltatás és az antikorrupció, illetve az átláthatóság megteremtése kulcsfeladat. Azzal, hogy a miniszterelnöki hivatal fogja ezt a feladatot elvégezni, ezt is szeretnénk demonstrálni. Egy új minisztérium, azt mondtam, hogy klasszikus struktúra lesz, de azért mégis lesz egy új minisztérium, ami még nem volt, nemzetstratégiai minisztérium nevet kapta. Ez azoknak a magyar embereknek az életével, sorsával kíván foglalkozni, akik nem az anyaországban élnek. Legyenek akár határon túli magyarok, és az ő érdekeikért, önrendelkezési törekvéseikért való munkát fogja segíteni, de emellett kiemelt feladatként fogja kezelni a Magyarországról elvándorolt, az elmúlt években 100 000-es nagyságrenden elvándorolt magyarok életét is, és az ő bekapcsolásukat Magyarországnak a gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai vérkeringésébe. Tehát egy nemzetstratégiai minisztérium lesz. Belügyminisztérium, a következő minisztérium a harmadik, ami természetesen klasszikus feladatokat fog ellátni, bűnüldözés, rendvédelmi feladatok, határvédelmi feladatok, katasztrófa elhárítás, illetve terrorizmus elleni harc. Közigazgatási és igazságügyi minisztérium a negyedik minisztérium, itt a nevében is benne van, hogy igazságügyi, önkormányzati, közigazgatás fejlesztési feladatokat fog ellátni ez a minisztérium. Az oktatást nagyon fontosnak tartjuk, ezért egy oktatási, kulturális és sportminisztériumot fogunk létrehozni. Kivéve ezeket a területeket a Balogh Zoltán által jelen pillanatban vezetett csúcsminisztériumból, és ahogy a nevében is benne van, az oktatás, a kultúra és a sport feladataival fog ez a minisztérium foglalkozni. Szintén önálló egészségügyi minisztériumot fogunk létrehozni. Lesz egy társadalompolitikai minisztérium, amely alá a szociális ügyek, a nyugdíjügyek, az ifjúság, a ifjúsági ügyek, a családügy, a lakásügy és a civil társadalom kérdései fognak tartozni, vagyis a társadalom legkülönfélébb korosztályainak a segítését, támogatását végzi majd ez a minisztérium. Gazdasági fejlesztési és informatikai minisztérium a következő. Ahogy a nevében is benne van, a gazdaság, a fejlesztés és az informatika területei fognak ide tartozni, mivel 21. századi kormányzást ígértünk, a 21. században a gazdaságfejlesztés szorosan összekapcsolódik az informatikával, a digitális forradalommal, ezért ezeket a területeket összekívánjuk fogni természetesen. Mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium, amely mezőgazdasággal, az élelmiszeripar talpraállításával, ugye talán emlékeznek rá, a 9. személyes vállalásom az élelmiszeripari nagyhatalommá válás volt, ez is egy kulcsterület és egy nagyon fontos feladat a számunkra, de mindezt együtt a környezetvédelemmel. A 21. században mi azt szeretnénk, hogyha a magyar mezőgazdaság, a magyar élelmiszeripar az egyúttal egyet jelenteni az egészséges élelmiszer termeléssel is. És ennek a minisztériumnak ezért tartozik, ebben a minisztériumban ezért tartozik össze a mezőgazdaság, illetve az környezetvédelmi terület. Végül 3 klasszikus minisztérium maradt, pénzügyminisztérium, amely az adópolitikával, az államháztartási ügyekkel, a pénzügyi felügyelettel fog foglalkozni, a honvédelmi minisztérium, amely természetesen a honvédelmi ügyekkel, és végül a külügyminisztérium, amely a külügyekkel, diplomáciával foglalkozik. Tehát ez lesz az a 11+1 minisztérium, amely a kormányzati struktúránkat megmutatja. Ahogy láthatták, lényegében klasszikus struktúráról beszélünk, de említettem azt, hogy egy 21. századi tartalommal, és itt ez konkrétan azt is jelenti, hogy a kormányzásunkban az e-közigazgatás, az e-kormányzás, akár az e-konzultáció vagy e-népszavazás lehetőségeit is bekívánjuk vezetni. És ezeken a jelenlegi nemzeti konzultációknál sokkal olcsóbb, sokkal hitelesebb és sokkal értelmesebb célokon keresztül a magyar társadalomnak is sokkal könnyebben lesz lehetősége arra, hogy a kormányzással kapcsolatban akár folyamatosan véleményt formáljon, visszajelzést adjon, akár az aktuális minisztériumnak, akár az éppen az egész kormánynak. Ennyi nagyjából a struktúra, de még egy dolgot el kell önöknek mondjak, ugyanis az évadnyitó rendezvényünkön én bejelentettem azt, hogy 7 nagy történelmi feladatra, 7 nagy stratégiai feladatra van szükség, amely több tárcának a együttműködését is igényli. És ebből a megfontolásból kiindulva szeretnénk létrehozni 7 nagy stratégiai tanácsot ezekre a területekre specializálva, amelyeknek természetesen nem a minisztériumok feladatát kell majd átvállalni, a minisztériumok végzik a szakpolitikai kormányzást, hanem a stratégiai tervezést, a stratégiai ellenőrzést és a stratégiai javaslatok megfogalmazását. Mi ez a 7 terület? Hagy mondjam el azért emlékeztetőül önöknek, bár bizonyára emlékeznek az évadnyitó rendezvényről. A biztonságpolitika jövője,
a demokratikus működés jövője, az antikorrupció, a versenyképesség, a magyar emberek itthon maradása, a nemzetközi presztízsünk, az ország imázsunk javítása, és végül pedig a társadalmi összefogás 21. századi megteremtése. Ha megnézzük, ez a hét terület mind-mind több tárcának, több területnek is az összefogását igényli. Hát ezeknek a stratégiai tanácsoknak az összejövetelein, tanácskozásán több minisztérium is képviseltetni fogja majd magát, de egyúttal ez lesz a lehetőség arra, hogy akár az érdekvédelmi szervek, akár a szakmai szervek, akár a civil szervezetek bekapcsolódjanak érdemben a Jobbik kormányzásába. Ennyit szerettem volna mondani a kormányzati struktúránkról a mai napon. Remélem, hogy láthatták és érezhették ebből, hogy komoly munka folyik a háttérben, és komolyan készülünk a kormányzásra. Nekünk a választási győzelem az nem cél, hanem eszköz. Mi azért kérjük az emberek bizalmát. Nem azért kérjük az emberek bizalmát, hogy hatalomhoz jussunk, hanem azért kérjük az emberek bizalmát, hogy bizonyíthassunk, és hogy az ő életüket könnyebbé, jobbá, sikeresebbé és boldogabbá tehessük a programunk által. Amennyiben van ezzel kapcsolatban kérdésük, akkor állok rendelkezésre. Amennyiben más témával kapcsolatos kérdésük van, akkor szokásunkhoz hűen azért állít mellettem képviselő társam, hogy arra ő válaszoljon. Úgyhogy ebben a kérdéskörben várom a kérdéseiket. A hölgy volt legelőször. Nem feltétel az, hogy pártag legyen valaki ahhoz, hogy miniszter legyen. Én azt gondolom, hogy azt a elvet, hogy egy minisztériumot, akár miniszteri, vagy akár államtitkári szinten olyan személy irányítson, aki nem tagja a pártnak, viszont az adott szakértelme megvan az adott területhez, ezt természetesen tartom. Én azt gondolom, hogy ez az ország szempontjából is egy nagyon pozitív üzenet. Azt, ahogy mondtam, Szilágyi György is kompetens, úgyhogy ezt majd ő fogja megválaszolni. Ebben a témában várok kérdéseket. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, ha Rózsa Csilla vagyok az Aktívitől. Szóba hozta az elszámoltatás kérdését is. Önök szerint van erre most jelenleg közelmányi lehetőség, hogy az elszámoltatást az állami vagyonokra visszaszerezzük? Azt gondoljuk, hogy megvannak erre a jelenlegi törvényi feltételek is. De természetesen nekünk is vannak olyan javaslataink, amik törvénymódosítással vagy új törvények megalkotásával az antikorrupciós küzdelemnek még nagyobb lehetőséget biztosítanának. A Lex Tudas Matyi törvényjavaslatcsomagunk lényegében erről szól, mint ahogy az is arról szól, hogy a lehetőségeink nőjenek, hogy szükség van Polt Péter helyett egy új legfőbügyészre. Létre kell hozni Magyarországon is a korrupcióellenes ügyészséget vagy korrupcióellenes hivatalt, és a Jobbik kormány csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha egy kormány tisztességgel, becsülettel kezeli az uniós forrásokat, akkor nem kell attól félni, hogy bárki Brüsszelből Magyarországra jön és megvizsgálja a könyvelés, megvizsgálja a pályázati forrásoknak a felhasználását. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy amiket mondtam, ahhoz nem szükséges az alaptörvénynek a módosítása. A jelenlegi alaptörvény ilyen belüli törvényi háttérrel, illetve a törvénymódosítási lehetőségekkel el tudjuk érni a céljainkat. Köszönöm. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen, Németh Jóné, Mégyedó. Az, hogy a párton kívüli szakemberek is jöhetnek, azt is jelent, hogy baloldal közeli szakértőket is el tudunk fogadni? Mi már túlléptünk a jobb és baloldali megosztottságon. Még egyszer mondtam, szakértőkre számítunk. Nincs jobboldali vagy baloldali egészségügy, nincs jobboldali vagy baloldali oktatásügy, nincs jobboldali vagy baloldali nyugdíjügy, pedig ezeken a területeken ciklusokon átívelő, hosszú távú szakpolitikai konszenzusra van szükség, mi ezt szeretnénk megteremteni, úgyhogy szakemberekre számítunk, nem pedig politikusokra. Hát ez az LMP-től kell megkérdezni. Ez ugye már nem része a mai témának, ugye erre, hogy önnek is említettem, és hagyd legyek következetes, hogyha máshol is az voltam, és Szilágyi György fog erre a kérdésre válaszolni önöknek. Tessék, parancsoljon. Természetesen, ahogy mondtam, a választások után a neveknek a bejelentésére is sor kerül. Egy-egy feladatra adott esetben akár több név is rendelkezésünkre áll, de nagyjából már kifort az, hogy a miniszterek, az adott minisztériumok élén kik lesznek azok a miniszterek, akik majd április 8-a után az ország irányítását
illetve ennek a munkának a felelősségét felvállalják, de addig kérem a türelmüket, nem kívánjuk ezeknek az embereknek a nevét a választási küzdelem részévé tenni, hogy mondtam, szakértőkről van szó, és nem politikusokról, úgyhogy április 8-a után természetesen nagy örömmel nevezzük majd meg az első Jobbik kormány névsorát, addig viszont kérjük a türelmüket. Azok el is fogadták ezt, tehát hogy lehet számítani az ő munkájukra, egy esetleges Jobbik kormány esetén? Természetesen. Köszönöm, még egy kérdésem volna, nem szorosan kapcsolódik. Akkor viszont önt is arra kellett kérem elnézését, kérem. Valaki a kérdésre válaszolni, mert nem biztosan nem válaszol, hogy mit vár valami találkozóval az érdemben. Még a szélbenedettel való találkozó időpontja sincs konkretizálva, mind a ketten vidéken leszünk egy vidéki országjáráson, úgyhogy még egyelőre a helyszín és az időpont tisztázása is kérdéses, meglátjuk, hogy szélbenedett kezdeményezte ezt a találkozót, úgyhogy ezt tőle kell megkérdezni inkább, hogy mit vár, én meg fogom hallgatni azt, hogy ő miért kérte ezt a találkozót. Én mindig is elmondtam, hogy az LMP irányában nyitottak vagyunk, bármikor nagyon szívesen találkozunk velük. Ők az a párt, amelyikkel nagyon szívesen egyeztetünk, akár a választások után, ha a matematika megkívánja koalíciós tárgyalásokon is, úgyhogy én tartom a szavam, és természetesen a Szél Bernadett bármikor megkeres, akkor időm lehetőségem szerint találkozom vele. Villanot ma azt mondta, hogy párbeszédet szeretne az összes ellenzéki párt között, ezért megyen a mai Szél Bernadett a Gyurcsány Ferenccel való találkozóra, és ezért kezdeményezte önnel is a találkozó. Létrejöhet egy ilyen párbeszéd? Ami állás, ez már nem ide tartozik, de akkor ezzel le is tudom zárni azt hiszem a mai sajtótájékoztatót. És akkor részben a hölgynek is választ adok akkor erre. A mi álláspontunk mindig is egyértelmű volt. Mi azokkal a pártokkal, akik az elmúlt 28 év pusztításáért, kudarcaért felelősek, akár a Fidesz, akár az MSZP, akár a DK, mi nem kívánunk sem a választások előtt, sem a választások után egyeztetni. Ezt elmondtuk számtalanszor, ha megkérdezik többször, akkor többször is elmondjuk, de az álláspontunk nem fog változni. Az LMP irányába továbbra is nyitottak vagyunk, de a DK, az MSZP és a Fidesz irányába sem a választások előtt, még egyszer mondom, sem a választások után. Szerintünk Magyarországnak megújulásra van szüksége, új szereplőkre, új politikai erőkre, új politikusokra, új politikai programokra, 21. századra. Ezt pedig a DK-val, az MSZP-vel és a Fidesszel nem lehet megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nagyon